Néhány népi játékkal is izgalmassá tették szombaton a gyermektáncházat. A legkisebbek szemmel láthatóan nagyon élvezték a programot, de azért a közös táncból sem volt hiány. Apró alapmozgásokat, zenére való kis táncolást, alapmozgásokat gyakoroltunk, kis népi játékokat iktattunk közbe, hogyha mikor már fáradtak, hogy próbáljuk ebben a táncházban inkább a mozgáshoz hozzászoktatni őket, itt nem konkrét tánctanítás van, hanem a hangsúly. Az év első családi játszó és táncháza ezúttal is sok érdeklődőt vonzott. Míg a kicsik a kézműves foglalkozáson teljesedhettek ki, addig a nagyobbakat már Vizeli Bálint és zenekara várta a nagy teremben. A jelenleg Budapesten élő fiatal hazai pályán is bemutatta első lemezét. Az Ahogy tudok című korongon az erdélyi népzene mellett egy zalai összeállítás is helyet kapott. Olyan dolgokat játszok rajta, amiket mostanában nagyon szeretek játszani, és azokkal játszom, akikkel nagyon szeretek mostanában együtt játszani, úgyhogy igazából, ha valaki megnézi ezt a lemezt, akkor nem egy bandát fog látni, hanem kettőt, mert hogy hát az egyik banda az gyakorlatilag majdnem a Góbi zenekar kísérete, a bátyámékkal, Vizeli Mátéval, a másik pedig egy olyan felállás, akikkel, hát nem is tudom, most már talán már 8 éve együtt muzsikálok, Blumenstein Alinka és Timár András. Az est felnőtt táncházzal folytatódott. Családi játszó és táncház legközelebb március 28-án lesz, akkor a Pásztor Hóra zenekar érkezik Kiskanizsára.